Daenerys. Daenerys Targaryen rettegéssel és barbárpompával ment hozzá káldrogóhoz egy pentosz falain kívül elterülő mezőn, mert a dotrakiak hite szerint egy férfi életében minden fontos dolognak a szabad ég alatt kell megtörténnie. Drogó oda rendelte a káleszárját, hogy vegyenek részt a szertartáson, és ők eljöttek. Negyvenezer dotraki harcos és megszámlálhatatlanul sok asszony, gyerek és rabszolga. A város falain kívül táboroztak le hatalmas csordáikkal, fűből szőttek palotákat, mindent megettek, ami az útjukba került, és Pentosz jóra való népe napról napra egyre nyugtalanabb lett. A tanács megduplázta a város őrségét, közölte velük Illírió egy nagy tál mézes kacsa és erős narancsárga bor mellett egyik éjjel kádrogó szállásán. A kál csatlakozott a kalaszárhoz, birtokát pedig Daenerys és bátyja rendelkezésére bocsájtotta az esküvő napjáig. Jobb lenne minél előbb megházasítani Daenerys hercegnőt, mielőtt Pentosz vagyonának felét zsoldosok és orgyilkosok kótja vegyélik el, tréfálkozott szer Jorah Mormont. A száműzött lovag aznap éjjel ajánlotta fel kardját a fivérének, amikor Denit eladták kádrogónak. Viszerisz örömmel elfogadta. Mormont azóta is állandó társuk volt. Illérió tanácsos könnyedén felnevetett villás szakálla mögött, de Viszerisz még csak el sem mosolyodott. Holnap övé lehet, ha akarja, mondta a fivére. Denire pillantott, ő pedig lesütötte a szemét. Persze csak akkor, ha megfizeti az árát. Illérió lustán intett a kezével. Kövér ujjain gyűrűk csillogtak. Már mondtam neked, mindent elrendeztem. Bíz bennem. A kál koronát ígért neked, s meg is fogod kapni. Igen, de mikor? Amikor a kál úgy dönt, felelte Illirió. Először elveszi a lányt, majd miután az övé lett, át kell vonulnia a síkságon, és be kell mutatnia a doskalinnek. Vesz Talán azután. Ha az előjelek megfelelnek a háborúhoz. Visszerészben forrongott a nyugtalanság. Szarok a előjeleire! A bitorló apám ül, meddig kell várnom? Illérió megvonta a vállát. Életed legnagyobb részében vártál, nagy király. Mit számít még néhány hónap, még néhány év? Szer Zsorá, aki keleten egészen vezdotrakig eljutott, helyeslően bólintott. Azt tanácsolom, felség, légy türelmes. A dotrakiak hűek maradnak az adott szavukhoz, de mindent a maga idejében tesznek. Egy alacsonyabb rangú ember kérhet szívességet a káltól, de semmi szín alatt nem követelheti rajta. Visszerész felhorkant. Vigyázz a nyelvedre, mormont, mert kivágatom. Én nem vagyok alacsonyabb rangú ember, én a hét királyság törvényes uralkodója vagyok. A sárkány nem kér. Szerdzsorát tisztelet tudóan lesütötte a szemét. Illérió rejtelmesen mosolygott, és leszakította a kacsa egyik szárnyát. Méz és zsír folyt az ujjaira, és csepegett a szakálára, ahogy beleharapott a lágy húsba. Nincsenek már sárkányok, gondolta Denny, miközben a bátyját figyelte, bár ezt nem merte volna hangosan kimondani. Akkor éjjel mégis egy sárkányról álmodott. Viszerész ütötte, bántotta őt, mesztelen volt és esetlennek érezte magát a félelemtől. Megpróbált elfutni előle, de a teste merev volt és súta. A fiú megint megütötte, megbotlott és elesett. Felébresztetted a sárkányt, kiabált, amiközben újra és újra belerugott. Felébresztetted a sárkányt, felébresztetted a sárkányt! Combjai ragacsosak voltak a vértől. Behúnyta a szemét és nyöszörgött. Mint egy feleletként rettenetes hang hasított a levegőbe, mintha valami szétrepedne, majd óriási tűzropogása hallatszott. Amikor újra oda nézett, Visszerész eltűnt, hatalmas lángoszlopok emelkedtek körös körül, és az egész közepében ott állt a sárkány. Lassan megmozdította óriási fejét. Amikor izzó szemei megtalálták az övét, a lány felébredt. Reszketett, és a verejték fényes lepelként borította be a testét. Sohasem félt még ennyire. Egészen addig, még végül el nem érkezett az esküvője napja. A szertartás hajnalban kezdődött, és egészen szürköletig tartott. Ivászat, lakoma és küzdelem egy végtelenül hosszú napon át. Hatalmas földhalmot emeltek a fűházak között, és odaültették Denit kádrogó mellé, a dotrakiak forrongó tengere fölé. Még soha sem látott ennyi embert egy helyen, sem pedig ennyire furcsa és rémisztő alakokat. Lehet, hogy a lóurak drága ruhákba öltöztek, és illatos parfümöket használtak, amikor felkeresték a szabadvárosokat, De ideként a szabad ég alatt megtartották a régi szokásokat. A férfiak és nők egyaránt festett bőr mellényt viseltek csupasz melkasukon, bronzmedálokkal díszített övvel összefogott lószörnadrágot, a harcosok pedig olvasztott tégelyek zsírjával kenték be hosszú varkocsaikat. Mézzel és borssal megsütött lóhúst tömtek magukba. Eszméletlenre itták magukat erjesztett kanca és illírió finom boraival. És nyers, Deni számára idegen nyelvükön mindenféle tréfákat vágtak egymáshoz a tábortüzek felett. Viszerisz közvetlenül alatta ült. Ragyogó, új, fekete gyapjú tunikát viselt, mellén karlátvörös sárkánnyal. Illírió és szercsorá ült mellette, nagyon előkelő helyet foglaltak el, közvetlenül a kál saját vérlovagjai alatt, de Deni látta a haragot bátyja Orgona szín szemében. Nem tetszett neki, hogy alatta ül, és füstölgött, amikor a rabszolgák minden fogást először a kálnak és menyasszonyának kínáltak, ő pedig azt kapta, amit azok visszautasítottak. Semmit sem tehetett azonban, csak a haragját érlelgette, s hangulata egyre sötétebb lett, ahogy telt az idő, és személyét egyre több sérelem érte. Danny még sohasem érezte magát annyira egyedül, mint akkor ott, a roppant horda elős közepén ülve. A fivére meghagyta neki, hogy mosolyogjon, ő pedig mosolygott, még az arca meg nem fájdult, és visszatarthatatlan könnyek nem szöktek a szemébe. Mindent elkövethet, hogy elrejtse őket, mert tudta, viszerész milyen mérges lesz, ha sírni látja, és retteget, hogy kádrogó hogyan reagál rá. Ételt hoztak neki, gőzölgő pecsenyét, vastag fekete kolbászokat, ki vérpástétomot, később gyümölcsöt és édes fűszózt, majd omlós süteményeket pentosz konyháiból, de ő mindet elhárította. Gyomra görcsbe rándult, és tudta, hogy semmit sem lenne képes magában tartani. Nem volt senki, akivel beszélni tudott volna. Káldrogó parancsokat és tréfákat vakkantott le vérlovagjainak, és nevetett a válaszaikon, de Denire alig vetett egy pillantást maga mellett nem volt közös nyelvük. A lány számára a dotráki érthetetlen volt, a K pedig csak néhány szót tudott a szabadvárosok elfajzott valíriai nyelvén, és semmit a hét királyság közös nyelvén. Még Illírió és a fivére társalgását is szívesen vette volna, ők azonban túl messze voltak tőle, és nem hallhatták. Így hát ott ült a mennyasszonyi sejmekben, egy kupa mézes bort szorongatott, nem mert enni, és csendben beszélgetett saját magával a sárkány vére vagyok, mondta magának. Viharban született Deneris. sárkány kőhercegnője vagyok, hódító Egon véréből és magjából. A nap még csak pályája negyedénél járt, amikor Daenerys látta az első embert meghalni. Dobokat vertek, miközben néhány nő a kálnak táncolt. Drogó kifejezéstelen arccal nézte, de szemeivel követte a mozdulataikat, és időnként odavetett közéjük egy-egy bronzmedált, hadd marakodjanak rajta. A harcosok is nézték őket. Egyikük egyszer csak belépett a körbe, megragadta az egyik táncos karját, lenyomta a földre, és ott helyben meghágta, hogy a csődör hágja meg a kancát. Illérió figyelmeztette, hogy ez megtörténhet. A dotrakiak úgy párosodnak, mint az állatok a csordáikban – a káleszárban nincs magánélet, és ők nem úgy értelmezik a bűnt vagy a szégyent, mint mi. Danny rémülten fordította el a fejét az aktustól, amikor rájött, mi is történik. Ám egy második harcos is előre lépett, majd egy harmadik, és végül lehetetlen volt nem oda néznie. Aztán ketten ragadták meg ugyanazt a nőt. Kiáltást hallott, lökdösődés látott, és az arkok egy szempillantás alatt kiröppentek a hüvelyükből. Ezek hosszú, borotva éles pengék voltak, Félig kardok, félig kaszák. Haláltánc vette kezdetét, ahogy a harcosok köröztek, és oda-oda a fegyverekkel. Egymás felé ugráltak, fejük felett forgatták az arkot, és szitkokat szórtak egymás fejére minden összecsapásnál. Senki sem mozdult, hogy közbelépjen. Amilyen hirtelen kezdődött, olyan hirtelen is ért véget. Az arkok gyorsabban cikáztak, mint az Deni követni tudta volna. Az egyik férfi elvétette a lépést – a másik pedig vízszintesívve megsuhintotta a pengéjét. A szél tépett bele a húsba kicsivel a dotra kiderek a fölött, és a gerinctől a köldökéig felnyitotta a testét. Belei a porba ömlöttek. Ahogy a vesztes meghalt, a győztes megragadta a legközelebb álló még csak nem is haszta, melyiken összevesztek, és ott helyben magáévá tette. Néhány rabszolga elvonzolta a holttestet, s a tánc folytatódott. Illérió tanácsos erre is előre figyelmeztette Denit. Egy dotra kiesküvőt, ahol nincs legalább három halott unalmas dolognak tartanak, magyarázta. Az ő esküvője valószínűleg különlegesen áldott alkalom lehetett. A nap végére egy tucat ember halt meg. Ahogy múltak az órák, úgy nőtt a rettegés Deniben, még végül minden erejére szüksége volt, hogy ne kezdjen sikítani – Félt a dotrakiaktól, akiknek a szokásai idegenek és szörnyűségesek voltak a szemében, mintha nem is igazi emberek, hanem emberbőrbe bújt vadállatok lettek volna. Félt a bátyjától, hogy mit tesz, ha csalódást okoz neki. A legjobban pedig attól félt, mi fog történni ma éjjel a csillagok alatt, amikor a fivére véleg átadja őt a tagba szakadt óriásnak, aki ott iszogatott mellette olyan merev és kegyetlen arccal, mint egy bronzmaszk. Én a sárkány vére vagyok, mondta megint magának. Amikor a nap már alacsonyan járt az égen, kádrogó összecsapta a tenyerét, s a dobszó, a kiabálás és a lakoma hirtelen abba maradt. Drogó felállt, és Denit is felhúzta maga mellett. Eljött az ideje a mennyasszonyi ajándékoknak. Az ajándékokat követően pedig jól tudta, amikor a nap lemegy, eljön az ideje az első vágtának, és a házasság a beteljesülésének. Deni megpróbálta elhesegetni a gondolatot, de az nem hagyta békén. Összefonta maga előtt a karjait, hogy megkísérejél csillapítani testereszketését. Bátyja, Visszerész három szolgáló lányjal ajándékozta meg. Deni tudta, hogy semmibe sem kerültek neki, minden bizonyal Illirió bocsájtotta rendelkezésére a lányokat. Irri és Jiki részbűrű dotrakik voltak, fekete hajjal és mondulavágású szemekkel. Dorea pedig világos hajú, kék szemű lizéni lány. Ezek nem egyszerű szolgák, drága húgom, mondta a bátyja, miközben egyenként elővezették őket. Illérió és én személyesen választottuk ki őket neked. Irri megtanít lovagolni. Jiki a dotraki nyelvre, Dorea pedig a női szerelem művészetébe fog bevezetni. Halványen elmosolyodott. Nagyon érti a dolgát. Ezt Illirió és én is alátámaszthatjuk. Szer Gyore Mormond bocsánatot kért az ajándékáért. Csekéség, hercegnőm, de ez minden, amit egy szegény száműzött felajánlhat, mondta, és néhány régi könyvet helyezett elébe. Deni látta, hogy a hét királyságról szóló történetek és dalok a közös nyelven tiszta szívből köszönte meg a lovagnak. Illérió tanácsos egy parancsot mormogott, és négy jól megtermett rabszolga sietett elő. Hatalmas, bronzal kiver cédrusfaládát faládát cipeltek. Amikor kinyitotta, a szabadvárosokban városokban fellelhető legfinomabb pársony és damaszt találta benne. És a lágyanyag tetején, mint egy fészekben, három óriási tojás pihent. Deninek leesett az állat ezek voltak a legcsodálatosabb dolgok, amelyeket valaha is látott. Mindegyik más volt, mint a többi. Olyan gazdag színekben pompáztak, hogy először azt hitte, égszerekkel vannak kirakva, és akkorák voltak, hogy mindkét kezére szüksége volt, hogy egyet felemeljen. Óvatosan vette ki a dobozból. Arra számított, hogy valamiféle finom porcelánból készült, vagy drága lakkal van bevonva, vagy netán fújtőveg, de annál sokkal nehezebb volt, mintha az egész tömörkő lenne. A felszínét apró pikkelyek borították, és ahogy forgatta az ujjai között, úgy csillogtak a lenyugvó fényében, mint a csiszolt fém. Az egyik tojás mézöld volt, barnás pöttyökkel a felszínén, amelyek megjelentek és eltűntek, attól függően, hogy Dani merre forgatta. A másik sápat krémszínű volt, aranyjal barázdálva a harmadik fekete volt, mint az éjféli tenger, s mégis vörös hullámok és örvények táncoltak rajta. – Mi ezek? – kérdezte halk, csodálkozó hangon. – Sárkány tojások az árnyékföldről, assájon túlról – felelte Illirió tanácsos. Az eltelt korok kővé változtatták őket, de még így is lángolnak a gyönyörűségtől. Örökké megőrzöm őket, Deni hallott már meséket ilyen tojásokról, de még sohasem látott egyet sem. Nem is gondolta volna, hogy valaha is része lesz benne. Ez valóban lenyűgöző ajándék volt, bár tudta, hogy Illirium megengedheti magának a pazarlást. Ami a tanácsost illette, ő egész vagyont gyűjtött be lovakból és rabszolgákból, amiért eladta őt kádrogónak. A Kál vérlovagjai a hagyományos három fegyverrel ajándékozták meg ragyogó darab volt valamennyi. Hágó egy hatalmas, ezüstnyelű bőrkorbácsot adott neki, koholló egy aranyal cizellált gyönyörű arkot, kvottó pedig egy sárkánycsont íjat, amely magasabb volt, mint Denerys maga. Illírió tanácsos és Szerzsorán megtanította neki, hogyan kell a hagyomány szerint visszautasítani ezeket az ajándékokat. Ez ajándékok egy hatalmas harcoshoz méltóak, ó vérem vére, s én csak egy nő vagyok. Hadd viselje őket, nemes uram, az én helyemben. S így kádrogó is megkapta menyasszonyi ajándékait. Más dótrakiktól is kapott ajándékot bűségesen. Gyöngyöket és ezüstgyűrűket a hajába, medálokkal kirakott töveket, festett mellényeket és puha bundákat, homoksejmet és illatszeres tégelyeket, Tűket, tollakat, apró béborszínű és egy ezeregér bőréből vart köntöst. Csinos ajándék, Kalesi, mondta Élirió tanácsos az utóbbiról, miután elmagyarázta neki, mi is az. Igen, szerencsés. Az ajándékok hatalmas halomban emelkedtek körülötte. Több volt belőlük, mint amennyit el tudott volna képzelni. Több, mint amennyire valaha is vágyhatna, vagy amennyit használhatna. Legvégül pedig Kál Drogó hozta elébe a saját menyasszonyi ajándékát. Várakozás teljes moraj hangzott fel a tábor közepéről, amikor a Kál magára hagyta feleségét, majd tovább hullámzott és egyre nőtt, míg nem átragadt az egész kálászára. Amikor visszatért, az ajándékozódott rakijak tömött sorai szétváltak előtte, ő pedig elébe vezette a lovat. Fiatal kancacsikó volt, élénk és gyönyörű, Deni értette annyit a lovakhoz, hogy rájöjjön, ez nem mindennapi állat. Volt benne valami, amitől elállt az ember lélegzete. Szürke volt, mint a téli tenger, sörénye akár az ezüstös füst. A lány habozva kinyújtotta a kezét és megsimogatta a lónyakát, végigfuttatva újait az ezüstös sörényen. Káldrogó mondott valamit dotraki nyelven, Illírió tanácsos pedig lefordította ezüstöt hajad ezüstjének, mondja a kál. Gyönyörű, suttogta Deni. Ő a káleszár büszkesége, mondta Illirió. A szokás azt parancsolja, hogy a káleszének rangjához méltó paripán kell lovagolnia a kál mellett. Drogó előre lépett, és a derekára tette a kezét. Olyan könnyedén emelte fel, mintha gyermek volna, és beleültette a vékony kinyerekbe, amely sokkal kisebb volt, mint amihez hozzá volt szokva. Deni egy pillanatig bizonytalanul ült a lovon. erről senki sem beszélt neki. Most mit tegyek? kérdezte Illériótól. Szergyóra Mormont válaszolt helyette. Fogd meg a gyeplőt és lovagolj! Nem kell messzire menned. Deni idegesen összeszedte a gyeplőt, és a rövid kengyelbe csúsztatta a lábait. Épp, hogy csak közepes lovas volt. Sokkal többet utazott hajón, szekéren és gyaloghintón, mint lóháton. Magában fohászkodott, nehogy lepottyanjon, és a térdeivel gyengéden, szégyenlősen megbökte a kancacsikót. És ekkor, órák óta először elfelejtett félni. Lehet azonban az is, hogy egész életében ez volt az első alkalom. Az ezüst szürke csikó sima és finom mozdulattal lendült előre. A tömeg szétvált, hogy utat engedjen neki – Mindenki őket figyelte. Deni azon kapta magát, hogy gyorsabban halad, mint szeretné, ez azonban valahogy inkább izgalmas volt, semmint mint ijesztő. A ló ügetésbe váltott, ő pedig elmosolyodott. A dotrákik lögdösödve próbáltak ösvényt nyitni neki. A kanc a Deni lábainak legenyhébb nyomására, a gyeplő leggyengébb mozdulatára is reagált. Vágtára fogta. A dotrákik pedig már húhogtak, nevettek és kiáltoztak, ahogy félreugráltak előle. Amikor megfordult, hogy visszatérjen, egy tábor tűnt fel előtte, közvetlenül az útjában. A tömeg szorosan összezárult mindkét oldalán. Nem maradt hely kikerülni. Denitekkor olyan bátorság öntötte el, amilyet még sohasem tapasztalt. Fejét a kancacsikó nyakára hajtotta. Az ezüstös paripa úgy szökkent át a lángok felett, mintha szárnyai volnának. Amikor megállt Illírió tanácsos előtt, így szólt hozzá. Mondd meg Kádrogónak, hogy a szelet adta nekem. A kövér pentoszi végig simított sárga szakállán, és megismételte a szavait totraki nyelven. Deni először látta újdonsült férjét mosolyogni. A nap utolsó ezüst sugara éppen akkor tűnt el nyugaton, pentosz magas falai mögött. Deni minden időérzékét elveszítette. Kádrogó utasítására vérlovagjai elővezették saját paripáját, egy karcsú, vörös csődört. Miközben a kál felnyergelte a lovat, vészhelyzet közelebb húzódott Denihez, ujjait a lábába mélyeztette, és odasúgta neki. Tedd boldoggá, drága húgom vagy esküszöm, a sárkány úgy fog felébredni, mint még soha. A félelem ekkor bátyja szavaira visszatért a lányba. Megint gyermeknek érezte magát, tizenhárom évesnek és magányosnak, aki még nem áll készen arra, ami történni fog vele. Együtt lovagoltak el az előbújó csillagok alatt, maguk mögött hagyva a kálaszárt és a fűpalotákat. Kádrogó egy szót sem szólt hozzá, csak kemény ügetésben tartotta a paripáját a sűrűsödő alkonyatban. A hosszú hajfonatait ékesítő apró ezüst csengettyűk lágyan csilingeltek, miközben lovagolt. – A sárkány vére vagyok! – suttogta fennhangon a nyomában haladó lány, hogy megpróbálja megőrizni a bátorságát. – A sárkány vére vagyok! A sárkány vére vagyok! A sárkány sosem fél! Később nem tudta felidézni, mennyi ideig, vagy milyen messze vágtattak de már teljesen besötétedett, amikor megálltak egy füves tisztáson egy kis csermely mellett. Drogó leugrott a lováról, őt pedig leemelte a nyerekből. A lány olyan törékenynek érezte magát a karjai közt, mintha üvegből volna, végtagjai pedig elgyengültek, mint a víz. Kiszolgáltatottan, remegve álltott még sejmeiben, míg a férfi megkötötte a lovakat. Amikor a férje feléje fordult, sírva fakadt kádrogó, furcsán kifejezéstelen arccal bámulta a könnyeit. Nem, szólalt meg. Felemelte a kezét, és kérges hüvelykújjának durva mozdulatával letörölte a könnyeket. Te beszéled a közös nyelvet, csodálkozott Deni. Nem, szólalt meg újra a férfi. Talán csak ezt az egy szót ismeri, gondolta a lány, de még ez is egy szóval több volt, mint amit tudott róla, és ettől valahogy egy kicsit jobban érezte magát. Drogó könnyedén megérintette a haját. Újjait végigfuttatta az ezüstös fürtökön, és lágyan mormolt valamit a saját nyelvén. Deni nem értette a szavakat, de melegséget érzett a hangban, olyan gyengétséget, amit sosem várt volna ettől az embertől. A férfi az álla alá tette az ujját, és felemelte az arcát, s ő egyenesen a szemébe nézett. Drogó fölébe tornyosult, ahogy fölébe tornyosult mindenkinek. Könnyedén a karjai alá nyúlt, felemelte, és egy gömbölyű szikrára ültette a patakocska mellett. Ő pedig maga alá húzott lábakkal telepedett elé a földre. Arcuk végre egy szintbe került. Nem, mondta. Ez az egyetlen szó, amit ismersz? kérdezte a lány. Drogó nem válaszolt, hosszú, súlyos hajfonata összetekeredve hevert mellette a földön. Átemelte jobb válla felett, és elkezdte kiszedegetni belőle a csengettyűket, egyiket a másik után. Egy kis idő múlva Dani előrehajolt, hogy segítsen neki. Amikor végeztek, Drogó intett. Ő megértette. Lassan, óvatosan ő is elkezdte kibontani a haját. Sokáig tartott. A férfi végig csendben ült, és őt figyelte. Amikor végzett, férje megrázta a fejét, s haja úgy terült szét mögötte, mint egy sötét folyó, olajosan és csillogón. Még sosem látott ilyen hosszú, ilyen fekete és ilyen súlyos hajat. Most a férfi következett. Elkezdte levetkőztetni. Az ujjai fürgék és furcsán gyengédek voltak. Egymás után óvatosan vette le a sejmeket, miközben Dani mozdulatlanul csendben ült és a szemébe nézett. Amikor feltárta apró melleit, nem bírta tovább, elfordította a tekintetét és eltakarta magát a karjaival. Nem, mondta drogó finoman, de határozottan elvette a kezét a kebleiről, majd újra felemelte az arcát, hogy a tekintetét magára irányítsa. Nem ismételte meg. Nem, visszangozta a leány. A férfi ekkor felállította és magához vonta, hogy az utolsó sejmet is levehesse róla. Az éjszakai levegő hűvösen simogatta a bőrét. Megrázkódott, karja és lába liba bőrös lett. Félt attól, ami most következik. Egy darabig azonban semmi sem történt. Kádrogó keresztbetett lábakkal ült, őt nézte, szinte beitta a testét a szemeivel. Nem sokára megérintette. Először könnyedén, majd határozottabban. A lány érezte a benne feszülő vad erőt, de a férfi nem okozott neki fájdalmat. Kezébe vette az övét, és egyenként végig simított az ujjain. Egyik kezét gyengéden futtatta a lábán. Megsimogatta az arcát, követve füleivét, és ujjával a száját cirógatta. Mindkét kezét a hajába furta, és ujjaival kifésülte azt. Megfordította, masszírozni kezdte a vállait, és egyik bütykét végigcsúsztatta a gerincén. Mintha órák teltek volna el, mire a férfi kezei végül megtalálták a melleit. Addig simogatta a lágy bőrt alatt, amíg bizsöregni nem kezdett. Hüvelykújjával a melbimbói körül körzött, két ujja közé csippentette, majd húzni kezdte őket. Először nagyon szelíden, aztán egyre határozottabban, míg nem melbimvói megkeményedtek és sajogni kezdtek. Amikor abba hagyta, az ölébe vonta a lányt. Deni elpirult és nehezen lélegzett, szíve pedig vadul kalapált a melkasában. Drogó hatalmas tenyerébe fogta az arcát, ő pedig mélyen a szemébe nézett. Nem, szólalt meg. És ő tudta, hogy ez kérdés volt. Megfogta a kezét, és a zombiai közti nedvességhez irányította. Igen, suttogta, hogy magába vezette a férfi ujját.